A herceg bécsi verete, Batthyány Károly tallérja, 1764. Batthyány Károly a trón és a Habsburg dinasztia megszilárdításában szerzett érdemeiért 1764-ben II. József német királlyá koronázása alkalmával kapta meg a római Szent Birodalmi hercegi címet, amellyel együtt pénzverési jog is járt. Pénzei 5 címletben, dukátban, 5-szörös és 10-szeres dukátban, tallérban és fél tallérban készültek a bécsi pénzverdében, 1764 és 1770 között. 1764-ben vert ezüst tallérja előlapján a herceg jobbra forduló páncélos mellképe látható, nyakában az aranygyapjas rend lánca, mely stilizált tűzkövekből és tűzcsiholó acélokból áll, rajta aranykos bőrfügg. A hátlapon hercegi koronás címer sátor látható, középen helyezkedik el maga a Batthyány címer. Kék mezőben, szikla tetején, zöld fészekben álló ezüst pelikán, amely a felszakított melléből csepegő vérével fiókáit eteti. A szikla közepén lévő barlangban vízből kinövő dupla farkú aranyoroszlán, szájában aranymarkolatú ezüst kardot tart. A címert szintén az aranygyapjas rend lánca öleli körül a végén függő aranygyapjúval.